Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünkön a 189-es számú dicséretünket énekeljük, így kezdődik e pünkösd ünnepében. Elfoglalva, énekeljük a 377-es számú dicséretünket első, második és harmadik versével. Így kezdődik: Szent Lélek, védj körül bennünket. Thank you.
segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Istenünknek hozzánk szóló igéjét, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részének 8. versében, valamint a második rész első 11. versében. Ha nem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának, és lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. Lakoznak vala pedig a Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűl-e a sokaság, és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala, mondván egymásnak, nem, de nem galileusok é ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek és elámiták, és akik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréné mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Istenünk tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását s megtartását, hogy teremjünk gyümölcsöt gazdagon az ő nagy neve dicsőségére. Gyertek, ezért imádkozzunk, fejünket meghajtva. Mindenható mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus Krisztus ígéretét betartva s ígéreténhez hűen a szent lelket kitöltötted rajtunk, elküldted az emberiséghez, kitöltötted az egyház idejében, az apostoli korban, s hálát adunk, hogy lelked azóta is itt van közöttünk, s munkálkodik bennünk, értünk, a mi javunkra. Hálát adunk neked azért, hogy szent lelked által érthetjük mindazt a hatalmas és nagy felséges dolgot, amelyet elvégeztél értünk, amelyet Jézus Krisztus végez szüntelenül értünk minden napon, mióta felment a mennybe, s megdicsőülve ül a trónus jobbján. Köszönjük, hogy ígéd ma is magad elé hívott bennünket. Kérünk téged, add, hogy a lélek által ma is jobban megértsük, meglássuk, mi hatalmas dolgot végeztél el a mi életünkben, s mindezek mellett mi hatalmas dologra hívsz, hogy mit cselekedjünk, és hogyan éljünk abból. Kérünk téged, készíts bennünket az ige közösségére, mind a hallható igével való találkozásra, mind pedig a látható, a sákramentumban előttünk lévő igével való találkozásra majd. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az ige hirdetésre készülve, fennállva, maradva énekeljük 369. dicséretünk első versszakát. Thank you.
Krisztusnak egy mondatáról fogok beszélni ma, amelyik megvan írva Máté evangéliumának 13. részében, a 35. vers második felében. Kitárom, amik a világ alapítása óta rejtve vannak. Tessenek helyet foglalni. A presbitérium tagjai között van egy történész professzor, és megvallom férfiasan nektek, hogy amikor ezt az első pár sort leírtam, úgy gondoltam, hogy egy kicsit cinikusan majd ránézek. Na most megúszta, mert nincs itt. Mindazonáltal, ha hallgatja, akkor tudni fogja, hogy miről beszélek. A történelem írás mindig visszafelé kutatja azt, ami lehetséges volt. Nyomozó munka. Sokszor sok apró dolog, kutatás, régészeti feltárás, valaminek a megtalálása megváltoztatja az addig írt történelem látásmódját és értését. Ez a visszafelé nyomozás egy sereg dologban nem konkrét valóságot tár fel, hanem egy szubjektív módon látó, gondolkodó ember írására alapít, és ebből következik, hogyha volt valami különös érdeke, nem azt írni, ami volt és ahogy történt, hanem volt valami célja vele, mi az, amit elhallgasson, mi az, amit megörökítsen, akkor az évszázadokkal, évezredekkel később az ő papírjait, ő írásait olvasó ember nem a valósággal találkozik, hanem egy véleménnyel, egy hallatlan, különleges szempontok szerint való írással. Ezt a részt nem folytatom tovább, ezt csak azért mondom el, mert az egyetlen, aki történelmet úgy ír, hogy nem visszafelé, hanem előre mondja el, ami lesz, ezt a valakit Jézus Krisztusnak hívják. Tudjátok, az emberi gondolkodás emlékezetét, visszafelé való emlékezetét is fölülírja, amikor ő kezdi magyarázni azt, hogy mi volt a múltban, mi történt a múltban, miért történt úgy, ahogy történt. A múltban. Na most, amikor valaki igét olvas, akkor két dologgal nyilvánvaló nem kíván szembesülni. A Jézus Krisztus beszéde az Isten bölcsességének, akaratának és tervének az elbeszélése. Békesség tanácsában, a bölcsesség tanácsában milyen döntést hozott a Szent Háromság Isten, és erről beszél Jézus, hogy mit tervez az Atya a jövőben. Mi minden fog végbe menni a jövőben. Na most, amikor a Máté evangéliumában kijelentette ezt a különös dolgot, hogy veletek azért beszélek példabeszédben, hogy ne értsétek, amit mondok. Nem ti vagytok, méltókká teszek, ama világ elnyerésére, az üdvösség elnyerésére, más lélek van bennetek, másnak vagytok a kreatúrája. Jézusnak minden olyan kijelentése, ami igaz módon tárja fel a jövőt, kivétel nélkül mindig az Isten fiaiért van. Nagyon fontos ezt egyszer rögzíteni. És minden kijelentése múlt és jövőt illetően, ha ebben a történelemben valami gyilkosság, aljasság, gonoszság történik, a fölött mindig az ítélete hangzik el. Mindig az ítélete. Tehát az, aki nem az ő gyereke,
Nem a jövendő világ várományosa, nem az Isten dicsőségébe tervezett vele az élő Isten, hogy együtt akarok lenni ezzel az én gyerekemmel, annak a számára a jövendő Jézus szájából elfogadhatatlan, érthetetlen, és ugyanúgy gyűlölettel olvassa, megvetéssel olvassa, semminek állítja, ahogy az Úr mondja, hogy ez a lélek, ez bennem nem talál jövőre. Azért mondom el ezt a csendes kis bevezetést, mert az egész mondandóm a mai napon a tegnapnak a folytatása lesz. Tegnap szóltam a Krisztus Jézus mennybe menetével kezdődő és az első századig tartó úgynevezett apostoli korszakról, ma ezt az előkészítő isteni munkát kívánom felmutatni nektek, hogy készítette elő az apostoli korszakot, és hogy készíti az ő gyerekeit az örök üdvösségre az apostoli korszak lejárta után. Ezt a korszakot pedig úgy hívjuk, hogy Isten kegyelmi uralmának korszaka az Isten gyerekei számára. Három különös kijelentést is adott Jézus még földi életében, mielőtt elment volna, amit a tanítványainak tudnia kell. A nagy búcsú beszédét olvashatjátok a János evangélium a 14. és 16. részében. Ezt mondja a 15. rész 26. versében, eljő majd a vígasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. Csendes megjegyzés. Mit gondoltok, akiben a hazugság lelke uralkodik? El fogja fogadni az igazság lelkének beszédét? Mit gondoltok, akiről azt mondta Jézus, hogy ti nem ismeritek az én atyámat, azért nem ismertek engem, mert ti nem az Istennek gyerekei vagytok. Mit gondoltok? Ezek a nem Isten gyerekei, akik nem ismerik az atyát, akik nem ismerik a fiút, a szent lelket majd ismerni fogják. Hát kire töltetik ki az Úrnak lelke? Tőle születnek a fiak. A fiakra. Három különös dolgot mond Jézus földi életében, mielőtt elmenne. Az első, hogy eljön a vígasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke. Ez megtörtént. Pünköstkor a Szentlélek kitöltetett, beáradt ebbe a világba, azóta is, ahol Isten kegyelme munkálkodik, ott az ember gyermekén megnyugszik a dicsőségnek, az Istennek lelke dicsőítve Jézus Krisztust. Erről az állapotról mondja Jézus korában, hogy szükség ti néktek újonnan születnetek. Én nem fogom kikerülni a kérdést. Azért vagyok itt, hogy a kérdéseket feltegyem. A válaszokat pedig te tudod, drága testvérem. Mondd, ez a szükség a te életedbe. Jelentkezett már úgy a te hitedben, hogy de nagy szükségem van arra, hogy új életre szűj, akinek erre van hatalmad. Ez a szükség, hogy amikor az ő igéjével és lelkével megállított és rád bizonyította, hogy bűnt cselekvő ember vagy,
bűnös lélek vagy, és elmondta az ő csodálatos tervét rólad, és azt mondta, hogy nem akarom, hogy a bűnös meghalljon. Nem azért jöttem, hogy halálra ítéljem. Azért jöttem, hogy megtérjen és éljen. Azért jöttem, hogy kegyelmemmel körülvegyem, lelkemmel szeressem, életet adva éltessem. El tudja már mondani a te lelked, megtérített és megtértem. Kegyelmet hirdetett és kegyelmet adott megszabadítva a bűn hatalmából, az ördög fogságából, és éltet engem az ő lelkével és igéjével. Minden forrásim benne vannak. Az Úr lelkének ismertetője, hogy Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja. De úgy sajnálom azokat az embereket, akik kereszténynek nevezik magukat, és csak ezt az egyet nem tudják, hogy Jézus a testben megjelent Krisztus. Az Isten fia. Azáltal lett nyilvánvaló az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Az Isten szeretete benned már valóságos ismeretté lett, mert elküldte az Atya az ő fiát, hogy élj általa. Ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Olyan sokszor előttem van, hogy meg is vádolnak vele sokszor, hogy te milyen alapon hirdetsz kegyelmet a gyülekezet tagjainak. Milyen jogon és milyen címen hirdetsz kegyelmet. Mert megbocsátattak a vétkeid. Azért hirdetem. Mert elvégzett valóság, hogy Jézus Krisztus minden bűnöd büntetését magára vette. És a vádat te felőled elvette. És ha a szíved vádol, a szíved is hazudik. Mert akkor nem azt fogod hinni, hogy de megbocsátatott az én bűnöm. Nézem az úrvacsorázókat. Van, aki jön, és látom, hogy semmi élet nincs benne. Jön egy vallásos automata, megeszi, megissza, ugyanúgy kimegy, mint ahogy bejött. Látom a lelkiségét annak, aki engem szeret. Te. Kedvesen rám mosolyog, én is. És boldogok vagyunk, hogy találkoztunk egymással, és el fogja mondani, te, a takaró kezéből vettem úrvacsorát. Te, csak a takaró kezéből? Hát azt a kezet nem az Isten nyújtatta ki feléd való kegyelméből, szerelméből, és vetted pecsétként az életedre hittel hitből, hogy szeret engem az Úr, mert Jézus Krisztust adta értem engesztelő áldozatul. Az a pont megtörténik az életedbe, amikor úgy jössz elé, hogy itt vagyok, Uram. Köszönöm, hogy nekem nyújtod, nekem adod a te kegyelmednek, bűnbocsánatodnak, az Atya szeretetének jegyeit. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút
a világ üdvözítőjéül, aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, ó, az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne, mert a maga lelkéből adott mi nekünk. Az apostoli kort így készíti elő az Atya, hogy elküldöm az Atyának ígéretét, az igazság lelkét, a szent lelket, aki elvezett titeket minden igazságra, és engem dicsőít majd. Hogy dicsőít? Hogy elmondja a lelkeddel, elmondatja a lelkedben az Istennek a lelke cselekvését. Szeretlek. Megbocsátottam. És felmagasztaltatok a fiú Jézus Krisztusban, aki elvette a te bűnödet, és ő a te üdvözítőd, az életadó. Benne szeretlek téged. Teljesen. Ó, a Szentlélek! Azóta a lélek megjelenti Jézus Krisztus nevét, a cselekedetét, az Atyát, ahogy a fiú tanított róla, az Istennek szerelmét, elvezet minden igazságra, megtanítja az Isten gyerekeinek, Istennek titkait, aztán elmondja azt, ami vár rátok, apostolok, az én tanítványaim. Mert a második, amiről beszélek, hogy kereszthalál előtt Jézus kijelenti az üldözéseket. Ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg az Atyát se engem. Sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik. Akik gyilkolnak és öldökölnek, azt hiszik, hogy Isten tiszteletet cselekesznek. Az oka, hogy nem ismerték meg az Atyát, nem ismerték meg a fiút, és nem az Úr szent lelke által cselekvő emberek, hanem egy más atyjuk van. És annak akaratát cselekszik, az a hazugságnak atya. Az embergyilkos volt kezdettől fogva. Elnézem ezeket az opálos, olajos szemű embereket, akik lefejezik a másik embert, mint valami állatot. Valami más istent imádnak, aki nemhogy nem akarja a bűnös ember halálát, mert az igaz Isten azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Ez a másik istenség, ez rettentést, gyilkosságot, kérlelhetetlenséget hordoz a lelkében, és azt hiszi, hogy Isten tiszteletet cselekszik, arra hivatkozik, ó, átkozott, sötét, gondolatú politikusok, ármányt szövő, világ úrságra törekvő, a sátán szolgálataba álló lelkek. Jézus megjelenti, megmondja az okot is, mi mögött mi van, milyen szellemi történés, milyen lélek, és milyen atya.
Jézus a számtalan üldözést előre megmondta. Az okát is megjelentette. Nem ismerték meg az atyát, sem engem. Azt imádják, amit nem ismernek. Az igaz imádat a Szentlélektől kapott lélek által születik. Az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Az Isten lélek. És akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Ma is minden üldözésnek, gyilkosságnak, gyötrésnek, szellemi atya a sátán, az embergyilkos változatlanul. Aki az Istentől van, az hallja az evangéliumot és hallgatja, és hitelt ad annak. Kik nem hallgathatják ebben a világban az evangéliumot, a Jézus Krisztusban való megmutatkozó isteni szeretetet, aminek más atyuk van. Ezt az ő gyerekeinek tudni kell. Kik az üldözői, az Úr Jézusban hívő és szent lelke vezetés alatt állóknak, akik nem ismerték meg az atyát, hiszen egyedül a fiú jelenti ki, nem ismerték meg a fiút, mert egyedül az atya vonz a fiúhoz. A ma is működő világvallások neve nem véletlenül világvallások. A kereszténység nem világvallás. Az egy állapot. Jézus Krisztusban új életre születettek, és rengeteg ember hazudja, hogy keresztény. Nem az. Nem a Krisztus lelke uralja az életüket. Nem Isten igéje, és az evangéliuma határozza meg az életüket. Így mondja a Szentírás, sok hamis próféta jött ki a világba. Sok hamis tanító a Jézus nevével, de nem az a lélek van bennük. Harmadszor, Isten kijelentette még, vagy Jézus kijelentette még, hogy sok mondani valóm van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. Sokáig úgy gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy még csak nem értenétek meg. A Szentléleknek el kell jönni rátok, mert a mondandó mögött a következő szüksége áll az Isten gyermekének, hogy fel kell ruháztatnia mennyei erővel. Az apostoli korszak hogy kezdődik? Hogy eljön a Szentlélek ti rátok, vesztek erőt, ahogy a felolvasott ige mondja, és akkor lesznek nekem azzal az erővel felruházva az én hitvallóim, az én küldötteim, az én képviseletem. Tudjátok, amikor valaki újjelte születik, akkor Isten minden fegyverét föl is veheti. Ó, és ebben aztán van olyan, ami az ördög minden tüzes nyilától megvéd. Kérdezhetek. Drága testvérem, a sisak védi-e a te gondolataidat, hogy meg vagyok váltva, bűneim meg vannak bocsátva, Jézus Krisztusért az Isten fiúságba be vagyok iktatva a lélek által. Új életem van vele. Ő tanácsol. Ő vezet. Velem van. El nem hagy. El nem távozik. A fiúság lelkével szolgálhatok, és dicsőítem meg az atyát egyedül. A felkészítésnek a Szentlélek eljövetele és kitöltése volt a kulcsa,
Aztán mi történik? Lélek által megíratnak az evangéliumok, a levelek. És 95-ben, amikor megkezdődik, hogy ennek a megszületett sok helyen már élő Jézus Krisztus népének egy mérhetetlen gyilkossága megterveztetett, akkor megiratja a jelenések könyvét a hívőknek. Azóta is ez van érvényben. Tudjátok, hogyha valaki elolvassa, a mai világban körülbelül a jelenések könyve harmadik részénél tartunk. És ezzel zárom a mai Isten tiszteletnek a tanítását. A harmadik rész a következőkről beszél. Sok a halófélben lévő hit. Nem tudom, hogy aki itt vagy, nem szenvedsz-e te is ebben? Még van, de halófélben van. Nincs bizonyságtétele, nincs cselekedete. Annak is örülök, hogy egyáltalán hinni tudok, és még elmondhatom, hogy én hiszek. Minden erő nélkül. Azt mondja, nincs Istentől való életjeled a cselekedeteidben. Nem vigyázol magadra előttem, hát pedig tudod időnként rájössz, hogy előttem vagy. Most arra szólítalak fel téged. Térj vissza hozzá. Azért hívlak, mert én neked győzelmet terveztem az életedbe. Azért szólítalak, mert nem én változtam meg feléd, te gyengültél el én felém. Kérd, hogy az engedelmesség lelkével támogassalak. Megkészítettem már neked. A másik, sok az a kevés erejű, aki nem tagadta meg az Urat, de a hazugság emészti az erejét. Most már ott tart, hogy csak annyit mond el, ez is hazudik, ez is hazudik. Hiteltelen, még meg tudja ítélni. Még rálát. És azt mondja az Úr neki, te koronád van nálam, élet koronája. Vigyázz rá. A harmadikról pedig azt mondja, hogy kiköpni való lelkű lett. Se szentség nincs az életébe. Nincs öltözete. Egyszerűen állandóan mezítelensége, rúdsága látszik. Indulata, cselekvése, beszéde. Semmi különbség nincs a hitetlen világ és az ő élete között, pedig az enyém. Hát most eljövök és kopogok a szíve ajtaján. Engedj be az életedbe. Ha megnyitod az ajtaját a szívednek, én bemegyek. Én életet terveztem neked. Azért szólok, azért zörgetek. Azért mondom, mi vesz körül, hogy ráismerj magadra, az állapotra és a hangomra. Azért jöttem, hogy életed legyen.
záró mondatok. Amikor mennyei értékelést mond Jézus, a történelem történéseiről, amiknek meg kell lenni, abban az értékelésben te úgy szerepelsz, mint aki minden körülmények ellenére az enyém. Ezért újra mondom neked, ne félj, mert megváltottalak. A tegnapi, a mai bűneid is megbocsátattak. Nem vádollak, én vettem el a vád levelet az atya szeme elől, hogy ne tűrjem, hogy téged vádoljanak. Életemmel szeretlek téged, de hogy élj, ahhoz fogadj be. Mert én vagyok az út, az igazság, és neked az élet. Csak a Szentlélek dicsőíti meg Jézust, és mondja el, mit tett, érted, és cselekszik, érted. Csak azt mondja, akard velem együtt, te is, ezt az életet. Amen. Köszönöm, édesatyám, hogy az Úr asztalán a Jézus Krisztus szavai szerinti valóság látható. Hívlak téged az én lakomámra. Immár minden kész. Van fehér ruhád. Van bocsánat a számodra. Aki kegyelmet akart és eszközölt neked, az a te mennyei édesatyád, és aki által ezt a kegyelmet megszerezte, és adni kívánja ez a fiú, Jézus Krisztus. Befogadod-e? Élsz-e hittel? Egy nyilvánvaló kegyelemmel? Köszönöm, Uram, hogy a számunkra minden kész. Egy dolgot kérek. Tedd készé a lelkeket. Hittel fogadni megváltásukat. Hittel fogadni üdvözítésüket. Hittel fogadni Isten gyermeki voltukat. Amit az igazság lelke által ma újra kinyilvánítottál. Amen. A 466-os számú énekünk első versével válaszoljuk. Legyen testvér, ez a te imádságod. Úgy énekel. Rád tekint már hitem, megváltó Istenem a Golgotát. Thank you.
Jézus szavaival imádkozzunk így. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró éneket énekelünk. A 467-es számú énekünk első versét, mi jó, ha bűntől már szabad. Utána a magyar himnuszt énekeljük, és utána vesszük az áldást. Megáldalak téged, és áldás leszel. Amen. Isten velünk a viszontlátásra.